hihetetlen, hogy én mindig kótos vagyok. Sziasztok, jó reggelt, hétfő van, 4:11 van már. Most éppen várom Zsoltit, ő éjszaka dolgozott, úgyhogy nemrég kell. Bemegyünk a közeli városba bevásárolni, lidlizünk egyet. Most azért viszonylag sok minden kell, mert hát úgy szokott lenni, hogy két hetente van olyan igazi nagy bevásárlás, és akkor plusz még hetente van, amikor így húst meg ilyesmit veszek. Kicsi a fogyasztó sajnos, szóval oda nem fér el olyan nagy adag, de tervben van, hogy jövőre veszek egy, vagy hát idén veszek egy ilyen fogyasztóládát, vagy egy nagyobb fogyasztót, és akkor az kinn a garázsban, akkor jól meg tudnám pakolni nyáron is a már megtermelt dolgokkal. Úgyhogy ahogy hallom, öltözik, én is gyorsan magamra kapok valamit, és akkor indulunk bevásárolni. Aj, de imádom ezeket. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, gondolom hasonlóan, mint én, de egyre jobban utálok vásárolni. Régen tökre szerettem menni Lidlibe, meg ilyesmi, és akkor ott nézelődtem, nem tudja. Szóval nézelődtem. De most konkrétan gyomorgörcsön van, ha el kell menni vásárolni, és pont ezt mondtam Zsoltnak, és amit tök durva, hogy hányan beszélgették ezt a boltban, meg a bolt előtt, hogy kb. Mindig ugyanazt vesszük, és minden egyes alkalommal érezhetően drágább a végösszeg, vagy több a végösszeg. Én nem tudom, hogy ez még meddig megy ez följebb. Pont ma láttam TikTokon reggel egy videót, hogy az 1 kilós páros tészta Ausztriába 560 forintba kerül, Magyarországon 1200 forint. Ugyanaz a nyambacs páros tészta. Szóval ez van. Megyünk haza, és azért megmutatom nagyjából, hogy miket vettünk. Azt nem mondom, hogy mennyibe került, mert úgyis tudjátok, hogy rohadt sokba, mint minden. Előjáróban elmondanám azt, tehát csak ide lesz van. Köszönöm. Hogy nincs a közelben normális húsbolt, tehát kénytelen vagyok a Lidlben vásárolni. Illetve a zöldségbolt, ami itt volt, és nyáron imádtam, az mostanában olyan borzalmas minőségű áru van nála, hogy azokat is inkább a Lidlben veszem meg. De akkor nézzük, hogy mit vettem. Ezek a húsok, ezek körülbelül másfél-két hétre való. Ugye egy ilyen csomagból két napra főzök két különböző kaját. Vettem csirkemáját, ebből ma lesz ilyen hagymás máj, meg vettem sütnivaló kolbászt. Vettem húsos csontot, mert múltkor a karácsonykor Zsolti keresztanyukájánál húsos csontból volt a húsleves, és nagyon-nagyon ízlett a lányoknak, úgyhogy vettem két csomag húsos csontot, és akkor ezt majd megcsinálom valamikor levesnek. Vettem egy kilós darált hús, ezt majd mindjárt elfelezem, és külön fogom lezacskózni, illetve vettem egy csirke darált hús, meg két kiló csirke mellett vettem. Ezt ugye egybe fogom majd így, ahogy van, lefagyasztani, és amikor kiveszem, akkor elfelezem a húst, és akkor fogok kétfélét főzni, egyik napra, másik napra. Na most ezeket elrakom, és akkor mutatom a többit. Ami plusz volt a mostani vásárlásban, azt a lányoknak vettem. Ez ilyen foglalkoztató füzet van benne, 1, 2, 3, 4, 5, 6 darab, ha jól számoltam, és 2000 forint volt csak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, igen, valóban. Egyszerű lett volna így megnézni. Szóval imádják a lányok ezeket a foglalkoztató füzeketeket, úgyhogy ez most így nagyon jó áron volt. Illetve vettem nekik egy ilyen könyvet, volt dínós, emberi testes, az szerintem inkább nagyobb gyerekeknek való. Dínókból szerintem már mindent tudunk. Világűr volt még, de az meg egyelőre nem érdekli őket, úgyhogy a Föld című könyvet vettem meg. Szerintem nagyon szép kis illusztrációk vannak benne. Ez is inkább nagyobb gyerekeknek van, de hogyha már csak a képeket nézegetjük, és arról elmondom neki a dolgokat, akkor azt értékelni fogják. Ugye én földrajzot is tanultam az egyetemen, szóval azért könnyen tudok róla beszélni nekik úgy is, hogy csak a képek alapján, és így azért egyszerűbb lesz például a kontinensvándorlást, így szerintem egyszerűbb lesz megmutatni, mint ahogy én ott papírral, meg ceruzával próbáltam, meg a hegységképződést, ahogy így gyűrtem a két papírt, talán ezekből így azért egyszerűbb lesz nekik. Vettem lisztet, tojást, és pont olyan szerencsések voltunk, hogy pont akkor raktak ki cukrot. Összesen két karton cukrot raktak csak ki, és abból
Én meg egy másik nő már el is hoztunk 6 darabot, 3 darabot lehetett venni, én nekem úgy voltam vele, hogy elég a 2, ez is jó sokáig elég. Most azért fogyott olyan sok cukor, mert ugye karácsonykor sütöttem, de amúgy 2 kilóval szerintem általában majd egy fél évet kihúzunk, úgyhogy ezt vettem. Vettem banánt, vettünk 3 doboz ilyen paradicsomot ebben most a, mi az? Lidl Plus alkalmazás, vagy valami ilyesmi. Abban most volt kupon, úgyhogy 3-at vettünk belőle, ez itt szépen eláll. Ez datója seri paradicsom, nagyon szeretik a lányok. Vettem lime-ot, fehér paprikát, ezt mostanában imádja Lotti, simán magában is elrágcsálja. Lila hagymát, bármihez jó, lényegében nem kell bemutatni. Vettem jégsalátát, mert nagyon megkívántam. Vettem egy felmosó pamacsot, nedves WC-papírt, illetve vettem egy popsi törlőt, mert lányok kezét megtörölni, vagy útközben elviszem magammal szájat törölni, ilyesmi, ahhoz szerintem mindig kell, hogy legyen. Na, ez az utolsó pak. Vettem virslit. Én a virslit mostanában fagyasztóba rakom, mert felbontom, aztán esznek belőle párat, aztán utána már nem kívánják pár napig, és megromlik. Szóval inkább fagyasztóba rakom, és onnan veszem ki, és onnan készítem el. Nem akarok annyit pazarolni. Vettem gyalultököt, mert akarok csinálni tökfőzeléket. Vettem ilyen szalámit. Általában a kisboltban szoktunk venni szalámit, ugye szeletelve, sonkát, ilyesmit. Ez ilyen vésztartalék, tehát hogyha éppen elfelejtettük és megromlott, vagy nincs itthon, akkor ehhez lehet nyúlni. Vettem leveles tésztát, ugye ez ilyen gyors reggelinek, ebédnek, vacsorának, bárminek tökéletes. Vettem egy kekszet, majd veszek a lányoknak joghurtot, de ők nem szeretik azokat a fajta joghurtokat, amiben konkrétan van gyümölcsdarab. Úgyhogy ezt a minden nap, nap mint nap, nem is tudom mi a neve, az a kis piros, epres, pici kis dobozos, azt szokták csak megenni. Az meg a Lidl-ben nem kapható, úgyhogy azt majd itt veszek a kisboltban, viszont abba szoktam neki uzsonnára pár darabot így belemorzsolni, és akkor néha az az uzsiuk. Vettem wokfűszerkeveréket, ezt már múlt héten akartam, csak akkor nem voltam Lidl-ben, amikor éppen volt ez az akció, és most találtam, úgyhogy ennek nagyon örültem, illetve vettem egy szuvlaki fűszerkeveréket is, azt hiszem most vannak görög napok, volt baklava, meg minden, de én személy szerint utálom a baklavát, mert eszméletlen édes, nem tudom megenni. Vettem ilyen kávé, krémport kávéfehérítő, nem tudom most milyen néven fut, én ugye mindig szoktam egy picit rakni a kávémba, hogy ilyen finom krémesebb legyen. Vettem vörös pesztót, ezt ugye ilyen spagettiszerűen szoktam készíteni, illetve vettem zöld pesztót, ezt ilyen tejszínes csirkéhez, vagy tejszínes tésztához szoktam egy picit rakni, szerintem nagyon finom pluszt ízt ad neki. Vettem tejszínt, ugye ez főzéshez, akkor a lányok kaptak egy-egy ilyen smartizos joghurtot, ezt nagyon szeretik, úgyhogy minden bevásárlásnál egyet-egyet kapnak. Annyira nem rajongok érte, ugye cukor egy kis cukorral, szóval ezt nem, tényleg nem szoktak minden nap kapni. Aztán tejföl, egy görög joghurt, illetve vettem nekik egy gabonapelyhet, most már 2 hete nem ettek gabonapelyhet, úgyhogy úgy voltam, hogy jó, most már üssekő veszek nekik egyet, és akkor néha kapnak ilyet is, hogyha szeretnének. És nagyjából ennyi, amit vettünk. Ja, megvettünk tejet jó sokat, mert az nálunk napi szinte 1 literrel is fogy. Amit nem vettem még, az a... Istenem... Ez a sapkahaj állandóan... Szóval amit nem vettem, az a tészta. Barillát akartam, de most nem volt. Néha van, most éppen nem volt. Azt majd veszek itt a kisboltban, mert ez a dobozos barilla viszonylag jó áron szokott lenni. Általában ott is ilyen 1000 forint egy kilós barilla. És mostában szoktam át arra, mert sokkal-sokkal finomabb, mint a többi tészta. Tehát érezhetően másabb az íze, úgyhogy inkább mostában azt veszem. És ennyi. Szóval azt kell majd venni, majd azt veszek, amikor éppen szükség lesz rá. Most mindjárt berakom akkor a sütőbe a kolbászt meg a hurkát, de előbb átpakolok a mosógépből a szárítógépbe, mert az lejárt, miközben itthon voltunk, és akkor el is indítom a szárítógépet, mert ez már a második adag. Általában úgy szoktam csinálni, hogy 2 adagot szárítok, tehát 2 mosásnyi adagot szárítok ekoprogramon, és akkor így nagyjából, tehát, sőt nem nagyjából, így kb. Meg sem látszik a villanyszámlán az összeg. Na, megyek, csinálom a dolgomat. Na, jól megtömtem a kicsikét, úgyhogy mehet is ekoprogramon. Na, közben akkor ez megy is a sütőbe, kicsit megszurkálom. Én nem szoktam alárakni még vizet sem,
mert ezek a bolti kolbászok, meg hurkák, ezek simán megvannak víz nélkül is. Csak rakok majd rá egy pici alufóliát, és kész. Ez a 4 darab most ez így akciós volt, 2000 forintba került egy ilyen csomaggal. Lottika szereti a kurkát, úgyhogy ez így tökéletes. Én nem eszek belőle, úgyhogy azért csinálom a hagymás májat. Lini meg csak kolbászt teszik, Zsolti mindent szeret, szóval ez így pont jó nekünk ez az arány, ami van. Na most rakok rá egy alufóliát, aztán mehet is be a sütőbe. Jó, hát a kávé 2.0. Most megiszom az ebéd utáni kávémat, pedig az ebéd még messze van, de nekem erre most úgy érzem, hogy szükségem van. Közben megérkezett a futár, meghozta Maci kajáját, mert az ő kajája elfogyott, a többieknek még bőven van, de Macinak valahogy elszámoltam magam, úgyhogy neki rendelni kellett. Mindjárt megmutatom, miért eszik mostanában. Na hát ez a doboz jól megkínzott. Rendeltem pár ilyen kis atóságot is, de csak azért, mert kellett egy kis plusz összeg ahhoz, hogy ingyenes legyen a szállítás. Ez a cicának ilyen, hát ilyen rúd van benne, egy felet szoktak adni neki a lányok, ugye 3 darab rúd van benne, az azt mondja, hogy akkor 6 adagnél lényegében. Ez most pulykás és bárányos. Aztán kaptak egy ilyen kis, hát ilyen, mi ez? Hogy hívják? Jutalomfalatot. Ilyet még nem vettem, de tényleg ez csak pár száz forint volt, és csak azért rendeltem, hogy ingyenes legyen a szállítás, mert hogy ezt a két apróságot beleraktam, még mindig jobban jöttem ki, mint hogyha kifizettem volna a szállítást. Na szóval, Mackó ezt szokta kapni. Most nem volt az ivartalanított kistermetű kutyáknak való kaja, úgyhogy most a sima kistermetű kutyáknak való kaját vettem neki, de ezt is szereti. Elég magas a hústartalma, szép színes amúgy Maci szőre tőle. Megeszi, ilyen nagyon apró darabok vannak, tehát direkt kisméretű kutyáknak, és ettől nem pukizik olyan nagyon büdöset. Ez is fontos. Most ugye elfogyott a kaja, és ilyen boltit kellett neki vágyják, amíg meg nem hozza a futár ezt, és hát elgázosította a családot, tényleg brutális volt, de ettől nincs ilyen problémánk. Simán illene a nem összeegyező kaják versenyéhez ez a kaja, ugyanis a hagymás májhoz egy kis édesburgonya pürét készítettem, vagy hát nem készítettem, ez még hétvégére maradt, és nem akarom kidobni. Előtte megsütöttem az édesburgonyát, és úgy pürésítettem össze egy kis tejszínnel, amúgy nagyon finom, nem tudom, hogy hagymás májhoz mennyire illik, de egyiket sem akarom kidobni, úgyhogy most ezt teszem. Túl vagyunk az ebéden, most a lányok csinálják a feladatlapokat. Ott a helyére kell rakni a megfelelő matricákat, ezeket oda ragasz bele a helyére, jó? Ügyesen. Jó, mi akkor színező, mert megcsinálta a feladatokat, most a színezős feladatokat csinálja. Lottika megragaszgat. Nagyon szeretik ezeket a feladatlapokat. Nagyon ügyes vagy. Az milyen színű volt, amit ragasztottál? Azt sem tudom, az milyen állat akar lenni. Mert kezdjük a vízin. Ja, tényleg, az bele a bokorba, ügyes vagy, igazad van. Úgy, a víziló hova megy? A vízbe. Menni is van a nevében, hogy víz. Bizonyám. És a kis majmóca? A fára. A szobátokba. Hé. Ja, nem ti vagytok a majmócák? Az egymás a szemben. Na, másik oldal, keressük meg ott is a dolgokat. Ez, hogy ide kerül. Aha. Széke. Nagyon jó. Széke. Nagyon szép, kis látom, ügyes vagy. Így van, igen. Lottika elaludt, Lilivel megépítettünk egy vonatpályát. Nem mindenhol egyezik, vagy nem mindenhol illeszkedik tökéletesen, mert a Lidl-s meg az IKEA-s azok szeretik egymást. A Tesco-s, ami ilyen csíkozott, azok viszont pont nem mennek bele a többibe, csak egy kis erőlködés árán, és mint láthatjátok, itt-ott már le is van, le is törött, hogy össze tudjuk rakni. Szegény vonatnak már eléggé merül az eleme, de sikerült csinálnunk egy cuki kis körpályát, úgyhogy ebben foglalatoskodtunk. Most viszont most már muszáj horgolnom egyet, úgyhogy a Lilike most már remélem el lesz egyedül, én meg akkor tudok horgolni. Akkor az mi egybe? Földrészek. Földrészek, ügyes vagy. És? És?
És már. Igen. És már. És már, igen, alatta. D. Nem, ez mi a végén? M. Igen. Tudom. Tudom. Akkor mi ez így egybe? És már tudom. És már ezt is tudom. És már ezt is tudom. Én már ezt is tudom. És már ezt is tudod. Így van. A szót nézzük meg. Ezt. Igen. Ez melyik? Z. 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 Igen. G. Izg. A. Izga. Le. Izgalmas. Igen? Mondd ki egybe hangosan. Izgalmas. Izgalmas. Nagyon ügyes vagy. Na, elrendezted már a plüsseidet, Liniál? Még el sem kaptam. Ó, Istenem. Mindjárt segítek, betakargatlak, Lotti, csak megvárom, hogy a Lili elrendezze a plüsseit, és akkor lekapcsolom a villanyt, jó? Most sokára fog tartani. Jaj, de jó. Negyed 11 van, és mivel Lottika délután elaludt, ezért most tudtam csak lefektetni. Lili már alszik egy ideje, de Lotti mindent csinált, rugdosott, mert mint úgy nem szándékosan, csak úgy almos rugdosás. Akkor elkezdett játszani a plüsseivel, akkor bújni akart, akkor ez a póz nem volt kényelmes, akkor neki pisíni kell, neki kakilni kell, neki, ő most szomjas, ő most fázik, neki most melege van, úgyhogy hát majdnem 2 órát szenvedtünk, mire végül sikerült elaludnia. Most bejöttem kicsit a nappaliba felkészülni az esti műszakomra még. Horgolnom kell, meg el kell raknom a kaját, bepakolni a mosogatógépbe. Szokásos esti rutin. A robotporszívót most már nem fogom elindítani, mert nem akarom, hogy esetleg felébredjenek, nem alszanak még annyira mélyen. Úgyhogy lehet, hogy ezt a mosogatógép bepakolást is hanyagolom. Nem akarom, hogy felébredjenek. Na mindegy, még befejezem, amit elkezdtem délután. Aztán akkor elrakom a kaját, és akkor úgy döntöttem, hogy utána lefekszek. Nem, először lezuhanyzok, és utána fekszek le. Úgyhogy még egy órát biztosan fel leszek. Köszönöm szépen, hogy ti velem tartottatok, és majd jövök valamikor legközelebb. Sziasztok!